Köszöntök mindenkit egy újabb fehérvári beszélgetés, itt a Fehérvár Televízióban. Gondolom férfi nézőinknek, akik voltak katonák, azért vannak nagyon-nagyon szép emlékei a hadseregről vagy a katonai szolgálatról. Egyébként akikkel én beszélgettem, meg nézem a közösségi oldalakat, azért a sztorizgatnak a férfi emberek a katonaságnak tényleg minden szépségéről, meg nyilván volt, aki nem így élte meg ezt a fajta dolgot. Hogy miért pont így kezdtem mai napi bevezetőmet, így van, hiszen a mai napon a katonaságról fogunk beszélgetni. Egy olyan emberrel, aki tényleg ízig-véri katona, Páli Zoltán alezredest köszöntöm itt a stúdióban. Szia, köszöntelek téged! Jó napot kívánok! Na, mai napon katonaságról, rólad és rengeteg más érdekességről, ezzel kapcsolatos dolgokról fogunk beszélgetni. Kérdezted adás előtt, ezt mondjuk el ezt a kulisszatitkot. Igen. A nézőknek, hogy tudom-e a pontos beosztásod? Én mondom, tudom. Hát persze, alezredes vagy. De nem ilyen egyszerű, hogy hangzik ez majd jelen a te beosztásod? Hát 2017 áprilistól töltöm be ezt a beosztást. A pontos megnevezése a Magyar Honvédség, hadkiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokság, 6. területvédelmi körzet parancsnokaként tevékenykedem. Na most, ha megértik a kedves nézők, hogy miért te mondtad el, és miért nem én mondtam, mert nem tudtam volna megjegyezni, megmondom őszintén. Érdekes dolog ez a katonaság számomra, fogunk majd erről is beszélni. Én nem voltam katona, de most mégis egy picikét katona vagyok, ugye? Ez az önkéntes területvédelmi tartalékos egység kapcsán. Beszélünk majd erről a műsor vége felé, hogy mi ez, és hogy kiket vártok erre a szolgálatra. Beszéljünk először rólad. Azt gondolnám, hogy aki már ilyen magas szinten van a katonaságban, biztos, hogy az egész családja katona volt, és onnan jött a példa, hogy te is katona legyél. Ez így volt, vagy senki nem volt katona a családban? Hát a mi családunkban senki nem volt katona. Ez jó. Az ötlet az általános iskoláskorom 7. osztály végén, 8. osztályban kristályosodott ki, amikor eldöntöttem, hogy Győrben a Béri Balog Ádám Honvéd Gimnáziumban fogok tovább tanulni, mint katona kollégista. És a gimnázium követően kerültem a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára, lövészszakra, és ezt követően kerültem első tiszti beosztásomba 1997. augusztus hónapban, ez pedig Veszprémben volt az első logisztikai ezrednél. Aha, tehát ott voltál legerőször. Igen. Ugye lövész, akkor úgy kell elképzelni, nyilván a fegyverrel te nagyon jó viszonyban vagy, tehát azért elképesztő pontossággal tudsz lőni, nagyon-nagyon értesz a fegyverek, ezt gondolom erre azért kiképeztek ott. Igen, a kiképzés során megtanultuk ezeket az alapdolgokat, valamint a diplománk az még egy mérnöktanári diplomát is, tehát egy önnevezést is biztosított azon részvevőknek, akik ezt a pályát választották, akkor, amikor a jelen év, tehát a 99 évfolyam végzett. Utána hova kerültél, hiszen beszéltük ezt is, rengeteg helyen megfordultál, és gyönyörű beosztásaid voltak. Egy évet töltöttem Veszprémben, tehát 1997-től 98-ig voltam Veszprémben az első logisztikai ezrednél, majd 98-tól, mivel családot szeretünk volna alapítani, és a feleségem vasmegyei, ezért átkértem magam a szombathelyi Szavária kiképző központhoz. Itt századparancsnok helyettesként tevékenykedtem, majd későbbiekben századparancsnoki beosztást töltöttem be. Itt a feladatunk a sorállománynak az alapkiképzésének végrehajtása volt, majd későbbiekben, amikor a sorkatonaságot felváltotta a szerződéses állomány, az ő kiképzésükkel is foglalkoztunk. És 2004-ben, amikor a szombathelyi Szavária kiképző központ felszámolásra került, szeptember hónapban kerültem át a 25-ös Klapka György lövészdandárhoz, szintén egy törzsbeosztásba, itt hadműveleti tisztként tevékenykedtem, a 25-ös 25/101-es ágyútarackos tüzérosztálynál. Itt Tatáról volt lehetőségem missziós felkészítéssel részt venni, majd ezt követően... Ez azt jelenti, hogy akik mondjuk külföldi szolgálatot teljesítenek háborús övezetekben, őket kellett felkészítened? Nem, én készültem fel a misszióra. Ja, te készültél fel? Igen. Tehát missziós felkészítésen vettem részt. Aha. Itt 2005-ben részt vettem, 2005 közepétől részt vettem Koszovóban egy misszióban. Ez a őr és biztosító zászlajnak a 13. váltásában századparancsnok helyettesi beosztást töltöttem be.
Az kemény volt egyébként ott kint? Mert az ember úgy képzeli el, ugye, mint kívülálló, és egyáltalán nem látok bele ebbe, hogy az egy kemény tehát volt? Más, tehát a hadműveleti terület az mindig más képességet és más követelményeket kívánna az embertől. A misszió után, amikor vége volt, ez 2006. januárjában, január végén fejeződött be az ÖBZ 13 váltása. Ezt követően még Tatán dolgoztam, majd 2007 tavaszában az átszervezés miatt átkértem magam Székesfehérvárra, és 2007 márciusától itt Székesfehérvári helyőrségben teljesítek szolgálatot. Tehát többi 10 éve akkor. Itt is különböző beosztásokat töltöttem be. Az első beosztásom itt Székesfehérváron, a Magyar Honvédség 43-as híradó és vezetés támogató ezrednél volt, itt kiképzési főnök helyettes beosztást kaptam. Majd ezt követően átkerültem a híradó zászlaj törzsfőnöki beosztásába, valamint hadműveleti főnök, illetve hadműveleti főnöki beosztásból megpályáztam egy MSC képzés Budapesten. Itt elvégeztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesterszakát, tehát katonai vezetői mesterszakát. Ez egy éves nappali képzés volt, majd ezt követően, amikor végeztem, kerültem kinevezésre a helyőrség támogató parancsnoki beosztásba. A helyőrség támogató parancsnoki beosztásban közel 2 évet dolgoztam, igen, és ezt követően a Magyar Honvédség Összhangja Parancsnokság vezetési főnökségéhez kerültem át. Itt kiemelt főtiszti beosztást láttam el. A vezetési főnökségen belül a készenlét fokozásának blokkját, mint készenlét fokozással foglalkozó, tehát úgymond egy minősített időszaki terveket készítő emberként dolgoztam az összhangja parancsnokságon. Elképesztő egyébként, én kapkodom a fejem, meg nyilván a nézők is, hogy mennyi beosztás, mennyi tanulmány, igen, így a katonaság területén, tehát rólad, mint mondtam, bevezetőben tényleg el lehet mondani, hogy ízig-vérig katona vagy. Azon gondolkodtam esetleg, hogyha nem lenne a katonaság, és mondjuk lenne egy olyan manó, aki ideálna, hogy eddig ez voltál, mi az, ami esetleg mondjuk még szívesen lenni katonaságon kívül? Tehát nem ezt az életet választhatod, akkor mi másban találnád meg a helyed esetlegesen? Hát civil életben, tehát amikor nem katona vagyok, tehát ott volt tevékenykedve, akkor nagyon imádok kertészkedni. Hát valószínűleg akkor ezen a pályán mentem volna tovább. Tehát valami kertészeti úgymond iskolát vagy tanulást választottam volna. Ilyen kertépítéssel, kertészmérnöki dolgokkal szerettem volna foglalkozni. Ez most is a hobbim, tehát nagyon szeretem csinálni. Tehát otthon akkor a kert, igen, az rendben van nagyon-nagyon szépen. Mondtad egyébként, hogy rendmániás vagy, beszélgettünk egy jót még felvétel előtt, adás előtt, mondtad, hogy rendmániás vagy. Ugye megkérdeztem pont, hogy ezt a katonai létet, mert az ember a katonákról azt gondolja, vagy azt feltételezi, hogy nagyon szigorú emberek, nagyon decens emberek, és otthon is ezt képviselik. És mondtad, hogy azért nem feltétlen lenne jó mondjuk mindenfajta dolgot ebből hazavinni például. Hát igen, nem. Tehát ez nem lenne szerencsés, mivel a katonságnak azon dolgait szerintem a munkáján kell hagyni, de viszont nem teljes egészében hagyhatok mindent itt. Persze. Mert ha ezt a rendmániát nézem, akkor ez pedig a katonaságból ered, hogy tényleg, igen, ezt a rendmániát szeretem otthon, és ezt úgymond a gyerekeimen is megköltelem, hogy ők persze, is úgy, persze, mint a rendet, a szabályukat. Ez kell is, szerintem egyébként. Tehát ez a semmi probléma nincs, kell is ez a fajta dolog. A gyerekek mennyire fognak esetlegesen téged követni például, vagy mennyire látják mondjuk a honvédségben a jövőjüket? Hát először azt mondták, amikor úgy képbe kerültek a honvédség, illetve a katonasságra, hogy a családban elég egy katona is. De most már nem mondhatom ezt. Igen. Ez év júniusában, mikor az önkéntes területvédelmi tartalékosok úgymond első 6 fője itt Dunántúlon jelentkezett, illetve ünnepélyes keretek között aláírta a szerződést. Ebben a 6 főben bekerült a nagyobbik lányom, és ő is csatlakozott az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerhez. Igen. Elmondható róla, hogy ő egy kicsit most már, ahogy részlet ezeken a felkészítéseken, alapfelkészítéseken, illetve kiképzéseken, már más szemmel tekinti ezt a katonai szolgálatot, és gondolkodik azon is, hogy a gimnázium 4. évet követően ő katonai pályán fogja a tanulmányait folytatni. Ez is meglepett engem egy kicsikét, igen, de amiben tudom, támogatom őt, tehát persze.
persze. Ott a példa azért belelát a katona életben nyilván, hiszen ugye te tényleg ízig-vérig katona vagy, tehát biztos, hogy azért tudja, hogy mi az, amit, hogy az ember mondjuk erre teszi fel az életet, mi az, amit vállal, mi az, amit mindenképpen teljesíteni kell, hogy egy katonának azt gondolom magánéletben is azért tartania kell magát. Tehát vannak azok a, és nem is szakma, ez inkább hivatás, hogy a magánéletedben egy kicsit katona kell lenni, példamutatóan kell élned. És ezt ő nyilván nagyon jól tudja, ezt a dolgot vállalja. Igen. Hogy kapcsolódsz ki kertészkedésen kívül? Tehát mi az, ami esetlegesen kikapcsol? Mert... Nagyon sokat járunk kirándulni a családdal, hazajárunk a nagyszülőkhöz vidékre. Uh-huh. Említettem már az elején, hogy a feleségem vasmilyi, az én szülőm is vasmilyiek. Közben időt kell erre is szakítani, hogy meglátogatjuk őket, mert idősek, és segítséget kell számukra adni már. Uh-huh. Illetve nagyon szeretek olvasni, illetve ezen kívül, hogyha van rá lehetőség, akkor a barátokkal egy hétvégi szórakozást is megértünk néha-néha. Igen. Azért jó, hogy ezt mondtad, hétvégi szórakozás, mert tényleg a nézők is akkor megtapasztalják, egy ilyen magas beosztású katona is ember, neki is vannak emberi szokásai, ő is azért kikapcsol, ő is azért most a szó jó értelmében elmegy buliba, és tényleg jól érzi magát, és el tudja magát engedni, hiszen nagyon sokan azt képzelik, és azt gondolják, hogy aki katona, az otthon úgy kapcsolódik, hogy katona indulókat hallgat folyamatosan, menetel otthon, és nem tudja elengedni ezt a fajta létet, de el is kell engedni nyilván. Igen, muszáj egy kicsit kikapcsolódni, tehát azt a sok felgyülemlett buzdalgot, amit a honvédség teremt az emberben felgyülemlik, ezt közben úgymond kikapcsolódásként. Igen. El kell engedni. Igen. Honvédségre rátérvén, és nem sokára rátérünk erre az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerre is, igen, természetesen fontos, hogy beszéljünk róla. Honvédség az mennyit? Nem is jó szó az talán, hogy lazult, de mennyit változott esetlegesen, mondjuk így, hogy a rendszerváltás, vagy régebbi idők óta, hogy lazult, és most nem a rendfegyelemre gondolok, hanem az a fajta mondjuk emberek által elképzett felfogás, hogy a katonaságnál mindenkinek mindig vigyázba kell állni, hogy a katonaság ilyen meg olyan, lazult vagy emberibb lett egy picikét a katonaság? Én úgy gondolom, régebben, amikor a sorállományról beszéltünk, az is egy más rendszer volt, uh-huh, meg most, amikor a honvédség áttért a szerződéses katonákkal való, uh-huh, úgymond dolgozásra, illetve ezekre úgymond a tartalékos állománnyal való együttműködés, tehát szintén a képzésükre, igen, illetve őket alkalmazó különböző feladatokra. Itt majd rátérünk a tartalékosoknál, hogy ez a három tartalékos forma, ez hogy alakult a közeljövőben. Tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt, nem lehet összehasonlítani, persze, a sorkasságot, és nem lehet összehasonlítani a szerződés katonát. Uh-huh. Mindegyiknek megvan a úgymond szabályozói, illetve a szabályai. Az akkori sorkatonaságnak is, illetve a mostani szerződéses katonáknak is más szabályzók vonatkoznak rájuk. Akkor mondjuk, hogy európaibb lett egy picikét, talán ez a legjobb szóra. Ugye a kedves nézőknek mondom, hogy emlegettük ezt az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszert. Megmondom őszintén, hogy ebbe én is beléptem. Egyik kedves ismerősöm ajánlotta nekem, mondom, próbáljuk meg, én nem voltam katona, és én beléptem ebbe. Én úgy képzeltem el a katonaságot, megmondom őszintén, kívülállóként, hogy bemegyek, ott folyamatos tisztelgés, tényleg folyamatosan vigyázba állni, kicsikét megfeszülni, és ezzel szemben egyébként én nagyon jókat tapasztaltam. És tényleg meg kéne fogalmaznom, én egy ilyen 3 napos kiképzésen vettem részt, hogyha meg kéne fogalmazni, akkor én tényleg azt mondhatom, hogy én nagyon jól éreztem magam, én tényleg úgy mentem oda már a második napon, mintha barátok közé mennék, nagyon aranyos emberek, nagyon jó emberek, nagyon segítőgész emberek, magyaráztak nekünk rengeteg mindent, oktattak nagyon sok mindenre, és azóta valaki engem megkérdez, ezt elmondtam magánéletben, elmondtam a Vörösmarty Rádióban is, ajánlom mindenkinek tényleg nagy-nagy szeretettel, nagyon tapasztalattal lesz gazdagabb, és annyira átértékeli magában a katonaságot, hogy egy tényleg plusz élménytől fosztja meg magát az ember, aki mondjuk ezt nem próbálja ki. Na, mi ez az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer? Ez miről szól? Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszert az ez év február, uh-huh, hónapban indították el, amikor megvolt a Magyar Honvédségnek az éves értékelő feladat szabó értekezlete, és a honvédelmi miniszter úr feladatot szabta, hogy el kell indítani az Zrínyi 2026-os, uh-huh, programot. Ugye ez egy haderőfejlesztési, illetve egy honvédelmi program. A haderőfejlesztési része foglalja magában a jelenleg katonai szervezetek modernizációját és képességfejlesztését, a honvédelmi része pedig ennek a tartalékos rendszernek az átszervezését határozta meg. És ezt a feladatot
a Magyar Honvédség 6 kiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokság kapta feladatul, ezen belül a területvédelmi osztály, a területvédelmi osztályon belül pedig a körzetek. Igen. Tehát itt jelen pillanatban, amint említettem, hogy 6. területvédelmi körzetnek vagyok a parancsnoka, ebből 7 ilyen területvédelmi körzet van Magyarországon, 3 a Dunántúlon, 3 pedig az ország keleti részén, és egy pedig ugye a Pest megyét, illetve Budapestet foglalja magában. Ez a 6. területvédelmi körzet, amiről beszélünk, és amelyik a parancsnoka is vagyok, ez magában foglalja Komárom-Esztergom, Fejér és Tolna megyét. Megyéken belül itt beszélhetünk járásokról, tehát a célja ennek a területvédelmi tartalékos rendszernek, hogy a megyékben lévő járásoknál, járási szinten 100 fős önkéntes területvédelmi tartalékos századoknak a felállítását követeli meg, úgy, hogy ezek a századok 2026-ra elérjék a teljes műveleti képességet. Uh-huh. És a következő képpen alakult ezeknek a századoknak a felállítása. Ez év márciusában megkezdődött az önkéntes területvédelmi tartalékos századok századparancsnoki, illetve a századparancsnokot segítő altiszt, aki segíti az ő munkáját, a kiválasztásuk. Ezek úgymond 70-80%-ba feltöltésre is kerültek. Vannak még hiányok, de ezt a közeljövőben azért is mondom, hogy 70-80, mert még a folyamatban lévőket, tehát amelyik folyamatban van, azról nem beszélhetünk, csak akkor, hogyha megtörtént ezeknek a tartalékosoknak az átszerződése a mi parancsnokságunk állományába, tehát a 6 kiegészítő, felkészítő, kiképző parancsnokság állományába. Itt elmondható, hogy hogy is kerülnek ezek a századparancsnokok be. Korábban nők önkéntes műveleti tartalékosként tevékenykedtek, tehát azon állomány, aki korkedvezménye el tudott menni járulékos állományba, igen, és ők vállalták azt, hogy éves szinten 60 napra bevonulnak, uh-huh, és így mentesülnek az adózás alól. Így a 15%-ot nem kell nekik befizetni. Igen. És beszéltünk ezen kívül még az önkéntes védelmi tartalékosokról, akik pedig a Magyarországon a honvédségi objektumok őrzés védelmét látják el. És a harmadik rendszere, amiről most tudunk beszélni, az az önkéntes területvédelmi tartalék. Uh-huh. És itt azon kívül, hogy beosztásba kerestük a századparancsnokot, illetve az őt segítő altisztet, keresünk a polgári lakosokból azt a 97 főt, aki úgymond szívügyének érzi a honvédséget, és csatlakozna ehhez a rendszerhez, és támogatna bennünket, és részt venne éves szinten 20 napos felkészítő foglalkozáson. Így van. Ugye ezek elosztottak, ez a 20 nap elosztott, tehát nyilván nem egyben. És egyébként nem csak férfiak, hanem hölgyeket is ugyanúgy vártok nagy-nagy szeretettel. Gondolom 18. életévnek nyilván meg kell legyen. És mi a korhatár egyébként, tehát a felső korhatár? A pályázat a lapon, tehát igen, a regisztrációs lapon, ami kitöltésre kerül, illetve a tájékoztató anyagon, úgy mert, hogy 18-tól 62 éves korig várunk jelentkezőket. A 62 éves kor, ez már egy kicsit úgy mondom, ez már nagyon-nagyon a felső, igen, határa. Igen. Mivel itt, ha nézzük, hogyha szerződést kell kötni 2-től 5 évig, akkor inkább én úgy mondanám, persze, hogy 59-60 éves legyen az, aki jelentkezik, tehát ott záruljon be, és természetesen a 18. életévnek pedig meg kell lenni ahhoz, hogy valaki ez a rendszerhez csatlakozzuk. Persze. Illetve szükséges ehhez egy gyerkölcsi bizonyítványt kikérni. A különböző iskola végzettségről a papírokat, dokumentációkat, ezek fénymásolatát, illetve a személyes dokumentumnak az igazolását leadni. Igen. Itt segítségünkre van Székesfehérváron a 3-as katonai igazgatási központ, az ott dolgozó toborzó állomány, mi velük együtt dolgozunk, tehát azokat a rendezvényeket, amiket itt a megyében szervezünk, együtt mozgunk, ők a toborzó részét, mi pedig az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszernek a kiképzéséről tartunk egy előadást. Ami után megtörtént ennek az előadásnak a meghallgatása, lehetősége van a polgári lakosnak, a, igen, civilnek jelentkezni, egy regisztrációs lapot kitölteni. Ezt követően történik az orvosi vizsgálat, amely áll egy általános házi orvosi vizsgálatból és egy pszichológiai szűrésből. Uh-huh. Ezt úgy kell, hogy nem kell elutazni sehova, mindenki elmegy a saját házi orvosához, kér tőle időpontot, hogy mikor tud menni. Itt kitöltésre kerül számára ugyanúgy, mint egy civil cégnél a 2-es típusú üzemorvosi vizsgálatra az igazolás, majd ezt követően az a házi orvos elküldi pszichológiai vizsgálatra. Azért van szükség, mivel
fegyvert kezelünk, fegyvert használunk, erre kell a szűrés végrehajtani, tehát egy kettes típusú pszichológiai szűrés kerül végrehajtásra azon jelentkezők számára, akik ezt a szolgálati formát vállalják. Ezt követően, amikor ott is megvan a döntés és megfelelt a pszichológián, lehetőség van a szerződéskötésre. A szerződéskötésre be kell fáradni szintén az irodához, ott beosztás kerül neki felajánlásra az úgymond járási század állománytáblájából. Ez a legkisebb beosztástól mehet hadnagyig, tehát a szakaszparancsnoki beosztásig. Itt nyilván a végzettség azért számít. A végzettségnek megfelelő. Igen. Tehát ezt is úgy kell elképzelni, hogyha valakinek van egy főiskolai végzettsége, azt már be tudjuk tenni szakaszparancsnoki beosztásba. Akinek nincs érettségie, azokat természetesen vagy rendfokozat nélküli közkatonának tudjuk betenni, vagy őrvezetőnek, vagy tizedesnek, tehát ezeket a beosztásokat tudja ő betölteni. Egy érettségizet természetesen már egy altiszti beosztást tud betölteni ebben az állománytáblában. És ennek megfelelően alakulnak a juttatások is. Juttatások is, így van, hiszen juttatás is jár ezért azoknak az embereknek, akik vállalják ezt a szolgálatot, hogy ott nyilván el is mondják ezeket. Igen. A juttatásokat. Ugye egy háromnapos kiképzésen vettem részt, ami tényleg nagyon élvezetes volt. Ezt én nézőknek mondom, például egy AK-63-as típusú gépfegyver, ennek a pontos... Gépkarabét kellett szétszedni, összerakni. Az elején nagyokat néztünk, utána belejöttünk, nem azt mondom, nyilván rekordidő alatt megcsináltuk, de szét tudjuk szedni és össze tudjuk rakni. Alaki gyakorlatok voltak, aztán volt rengeteg elmélet, tényleg nagyon sok érdekes egészségügyi ismeret, ami nem utolsó szempont, mert itt ezeket az alapdolgokat megtanulják ezek a tartalékosok. Így van. És úgy gondolom, hogy egy egészségügyi ismeretnél is egy újraélesztést megtanulni, persze, az nem hiányvaló. Tehát az, a civil életben is ez bármikor használni tudja az illető, amikor erre úgymond sor kerül. Így van. És nagyon-nagyon tényleg segítőkészek voltak ezek a tapasztalt katonák, akik 20-30 éve tényleg katonák, akik nagyon-nagyon profik a területükön, és nem az volt bennük, hogy na itt van ez a kis idézőjelesen mondott béna, nem tud semmit erről. Tényleg annyira rendesen, normálisan, mint egy jó tanárbácsi, tanárnéni elmondták, tényleg így a szárnyuk alá vettek mindenkit, és ezért tudok tényleg ilyen jó véleménnyel nyilatkozni erről, hogy érdemes kipróbálni ezt, azt gondolom nagyon-nagyon sokaknak, akik kedvet éreznek magukban, mert tényleg egy jó csapat részesei lehetnek. Ha megengednéd, én egy kicsikét visszatérnék még ehhez a juttatásokhoz, mivel gondolom, persze, mindenki pénzből él, és érdekli a úgymond hallgatóságot, hogy mik azok a juttatások, amiért érdemes ehhez a rendszerre csatlakozni. Így van. Itt ugye említettük, hogy a beosztásnak megfelelő illetmény. Ugye ez 20 napra kell ezt az illetményt elosztani. Tehát, hogyha valaki 5 napra jön be, akkor ennek az 5 napra arányos részét fogja megkapni. Tehát ez éves szinten a beosztása megfelelően, tehát úgymond az alsó, tehát a legalsó részen lévő katona, ez a közkatona, ez a 131.100 forintot kapja meg. Igen. És e fölött, tehát így kell elosztani. Ezen kívül minden önkéntes területvédelmi tartalékosnak van egy éves a rendelkezésre állási díj. Ez mindig a minimálbérnek a 100%-a. Ez évben 127.500 forint, ez 2018-ban emelkedni fog 138.000 forintra, valamint van egy szerződéskötési díj, amelynek az összege 31.215 forint, ezt a harmadik hónap után kapja meg a jelentkező, illetve azon önkéntes területvédelmi tartalékosok, akik 18. életévüket betöltötték, és tanulnak egyetemen, főiskolán, vagy a, úgymond a középfokú tanulmányaikat 13-14. Évfolyamon folytatják, az ő részükre lehetőség lesz a közeljövőben ösztöndíjra pályázni. Ez az ösztöndíj egy középiskolásnál közel 30.000 forintnak megfelelő összeget ölel fel szemeszterenként, egy főiskolás egyetemistánál meg akár elérheti a 60.000 forintot is. Az nagyon szép. Szemeszterenként, tehát a teljesített szemeszterek után kapja meg ezt az összeget. Persze, ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Nyilván emiatt is, hiszen tényleg, hogy említetted, pénzből élünk, tehát nagyon fontos ezeket is tisztázni, illetve tényleg a hazaszeretet, illetve a területnek, ahol élünk. Illetve a különböző juttatások, még itt nagyon sok szolgáltatóval, illetve flotta kedvezmények, amelyek már a szerződéskötése megtörtént, szintén biztosítva van az önkéntes területvédelmi tartalékosoknak, egy szolgált igazolvány felmutatásával
országos szinten ezeket a kedvezményeket igénybe lehet venni. Ezekről már egy részletes összeállított listánk van, amelyet a jelentkező kezébe adunk, amikor megjelenik a 3-as katonai igazgatási központban, a Mésző Géza utca 7. Eszettem volna kérdezni, ugye, hogyha tévénézők, és remélem, hogy sokan lesznek, akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják, vagy legalább érdeklődjenek, vagy elmondják az ismerősnek, hogy te van ilyen lehetőség. Tehát ide a Mésző Géza utcai, mi úgy hívjuk, hogy hat kieg, igen, ugye a köznyelvben. Igen, hat kieg. Igen, igen, és akkor oda bemennek, és ott tényleg kapnak részletes információt, felvilágosítást. Ott a toborzók készséggel vannak, tehát nagyon segítő készek a hölgyek, urak. Itt úgy gondolom, hogy mindenki, aki bejön, maximális felvilágosítást kap erről a rendszerről, illetve hogyha részletesebben akar erről tájékoztatót, akkor pedig mi akár a helyszínre is, egy járási szintre, egy kisebb csoporthoz is kimegyünk, és egy szlájdos előadás keretében egy részletes előadást tartunk, amely a jelentkezés folyamatától egészen a kiképzésig magába foglalja ennek a rendszernek a lényegét. Meg jó kis egyenruhát kaptunk, gyakorló egyenruhát egyébként, azt mi is kaptuk, tényleg nagyon jó, nagyon szuper, és élvezet volt. Ez természetesen az egyenruha már csak akkor, amikor a szerződéskötés megtörtént, akkor van egy beöltöztetés, és a beöltöztetés is úgy mondhatjuk, hogy az is már egy olyan plusz, hogy ott már nem csak a beöltöztetésről van szó, hanem az alapismeretek is. Tehát ez már egy úgymond tényleges szolgálatnak minősül az egy nap is, igen, amikor bejöttök, igen, és beöltöztök. Így van, így van. Remélem minél többen lesznek, tényleg azok, akik kedvet éreznek és jelentkeznek erre az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe katonának. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, tényleg nagyon nagy élmény volt. Én is köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.